Elsimon László a vendégünk, jó reggelt kívánok, a miniszterelnökség államtitkára, egyúttal kormánybiztosa a VAR projektnek, hogyha nem, ez külön... Nem, kormánybiztos. Nem? Ezt mindenki, hát ezt mindenki így kezeli, mind a mai napig. Rajtam maradt a cím, de valójában jog szerint nem vagyok kormánybiztos, egy kormánybiztosnak addig tart a mandátum, ameddig a kormány, és még az előző kormányzati időszakban neveztek ki. És nem kapta meg az új kinevezést, de nem, változatlanul felel a VAR beruházásért? Államtitkárként változatlanul felelek a VAR beruházásért. Tehát akkor csak a cím változott, a felelősség nem? A felelősség meg nőtt, meg a feladat is nőtt. Előbb itt mondtam, térjünk egy mondat erejéig vissza arra az értesülésre, amit a Népszava közölt címoldalon, hogy hát ha van egy kormányzati szereplőnk, akkor már csak megkérdezem, hogy mit hall arról, hogy hogyan változik a választási rendszer Magyarországon 2018-ra. Ugye az a kombináció jött létre és hírezteli a sajtó, hogy lehetséges, hogy például a választókerületeket megszüntetné a Fidesz. Mit hallott erről? A választói törvény kétharmados törvény, tehát a Fidesz önmagában nem tudja megváltoztatni a választási törvényeket. Jelen pillanatban nem zajlik arról egyeztetés, hogy a választási törvényen változtatnánk, vagy változtassunk. Érdekük lenne? Én nem hiszem. Szerintem a választási rendszer jól működik, jól vizsgázott. Az időközi választások számunkra egyébként kudarcot hozó eredménye is azt mutatták, hogy kiállja egy demokratikus rendszer elvárásait, tehát nincsen baj a választási rendszerrel. Én továbbra is erényének tartom az új választási rendszernek azt, hogy egyfordulós, sokkal egyszerűbb, költséghatékony, és azt is az erényének tartom az új választási rendszernek, hogy jelentősen csökkent a képviselőknek a száma. Az egyéni választási körzetek közötti különbség is jóval kisebb, tehát ugye volt egy alkotmányos probléma az előző rendszerrel, hogy 20%-ot mértékben 20%-nál nagyobb volt a különbség egy-egy választókörzet között, tehát azt kell mondjam, hogy a rendszer a jelenlegi viszonya között a lehető legkiegyensúlyozottabb. Én nem is tudom, miért kéne megszüntetni választókörzeteket. Hát talán azért, hogy jobban jöjjön ki belőle a kormány oldal, hogyha a 2018-as választások ugyanolyan eredménnyel kecsegtetnek, mint az elmúlt időközik. Ez találgatás. 3 év múlva lesz a választás. A legutóbbi időközi választási eredményekre építeni választási rendszert politikai értelemben is botorság lenne. Tehát szó nincs erről. Kormányzunk, dolgozunk, az a feladatunk. Most nem kampányidőszak van, és nem arról kell beszélni, hogy hogyan nézzen ki a választási rendszer. Még egyszer mondom, szerintem a választási rendszer jó lett, stabil, abból a szempontból is jól vizsgázott, hogy azok a vádok megdőltek, hogy ezt a rendszert ránk szabtuk, mert 3 időközi választást vesztettünk el. Tehát az ellenzék akár még úgy is le tudott bennünket győzni, hogy nem fogtak össze a két szélső poluson levő erők. Tehát ugye, mint hogy Tapolcán láttuk, az MSZP és a Jobbik azok külön indultak, így is tudott győzni sajnálatos módon egy radikális jelöl, de hát ez benne van. Szóval egy cáfolaton túl vagyunk. Kormányrendelet készül arról, hogy minden állami múzeum a miniszterelnökséghez kerül. És akkor itt a következő mondat, Simon Lászlóhoz kerül, írja a Magyar Nemzet. Mikor? Két hete. Igen. Nem hallott róla? De hallottam, mert éppen Könben voltam, és fölhívott a Magyar Nemzet újságírója, hogy megkérdezem erről, hogy ebből mi igaz, és én annyira meglepődtem, hogy alig tudtam válaszolni. Hát ez a hírlapi kacsa kategóriája. Tehát egy muk nem igaz belőle? Mondom, a hírlapi kacsa kategóriája. Értem, akkor második cáfolat. Tehát, hogyha gondolja, akkor ilyen hócipő irányba emeltünk, csak nem tudom, mi értelme van. A Magyar Nemzet az egy hócipő. Nem, én nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy ez a hírlapi kacsa kategória. Nem csak a Magyar Nemzet írta meg egyébként, hanem más is. Hát átvették, persze, hát én is rákérdeztem, most látja. Volt egy a Nemzeti Hausmann Terv Társadalmi Testületének március 12-i ülése, amely előtt ön azt mondta, hogy megszülettek azok a döntések, amelyek alapján a kormány 98%-ban kulturális célokra akarja használni a várat. Na de hát kiköltöznek a várból a kulturális intézmények, akkor hogy lesz ez? Mely kulturális intézmények költöznek a várból? Múzeumok, a Várszínház. De. Először is mindig keverik a fogalmakat. Tehát nagyon fontos, hogy amikor Budai Várról beszélünk, akkor külön választjuk a várnak a részeit. Van a várnak egy polgárváros része, és van egy palota része. Amikor mi rekonstrukcióról beszélünk, és nagy fejlesztésről, akkor kifejezetten csak a palotáról beszélünk, és nem a polgárvárosról. Amikor a palotára, mint nagy egységre tekintünk, akkor azt kell látnunk, hogy jelen pillanatban 3
különböző intézmény működik az épületben, abból kettő állami fenntartású, az egyik a Nemzeti Galéria, a másik pedig az Országos Széchenyi Könyvtár, egy pedig fővárosi fenntartású, a Budapesti Történeti Múzeum. Hogy ezek közül kiköltözik-e valami, az egy nyitott kérdés. A Nemzeti Galéria esetében az a kormányzati szándék, hogy új Nemzeti Galéria épület épüljön. Egyelőre ott tartunk, hogy túl vagyunk egy sikeres tervpályázaton a Városligettel kapcsolatosan. Majd eldől az, hogy a szakmailag sikeres tervpályázat alapján valamelyik épület megépül-e vagy nem. Ez egy másik kérdés. Addig köszönjük szépen, jól érzi magát a Nemzeti Galéria a várban. A Budapesti Történeti Múzeum az tulajdonképpen a várra épül, illetve a palotára épül. Eszünk ágában nincs onnan kiköltöztetni. Sőt, Egyedül nem fog 98%-ot jelenteni. Sőt, hosszú távon az a szándékunk, hogy a palotának a lehető legtöbb részét ő működtesse, mert az a logikus, hogy egységben kezelünk egy ilyen épületet, főleg, hogyha a rekonstrukció megtörténik, és bizonyos terektermek egybe lesznek, itt vagy a régen is voltak. Az Országos Széchenyi Könyvtárat pedig a rendszerváltoztatás előtti időszakban költöztették, mondhatnám azt is, hogy szorították, nyomorították be a palotának az F épületébe, ott nincsen jó helyen, ezt a szakemberek már akkor is tudták, tehát itt arról van szó, hogy fölmerült koncepcióként, de még ilyen döntést egyébként a kormány nem hozott, hogy zöldmezős beruházásként építsünk egy új, korszerű, 21. századi informatikai kihívásoknak is megfelelő könyvtárat, a Nemzeti Könyvtárat, lásd, olyan megcsinálták évtizedek között a franciák és a többi, és válasszuk ettől külön azt az anyagot, amelyet fizikai értelemben is több kilométerre távol kell tartani magától az épülettől, tehát állományvédelmi, biztonsági szempontból a törzsanyag egy részét, és így ez ne a palotában legyen, hanem még egyszer mondom, egy zöldmezős beruházás következik. Szerintem a magyar kultúra, meg a magyar könyvtár úgy megérdemli azt, hogy egyszer végre építsünk egy új nemzeti könyvtár épületet, amit ennek a célnak számít. Szerintem ember nem szól ez ellen. A kérdés az inkább az, hogy lesz ez 98% kultúra? És befejezem a gondolatot, akkor nyilvánvalóan a kiköltöző Széchenyi Könyvtár helyére a további kulturális funkciók, tehát kiállítások kerülnek. Ez azt jelenti, hogy nem, hogy csökkennének, hanem összességében növekednek a kulturális terek. Tehát maga a palota, ráadásul a palota együttes képviseli majd a maga 98%-át azáltal, hogy kiállító terek jönnek létre benne? Arról beszéltem, hogy a budai várban, a palotában 98%-ban kulturális funkciókat képzelünk el. A Karmelita kolostor felújításának költsége nincs benne abban a 7,9 milliárd forintban, legalábbis nem látjuk azt a sort, amiről beszámolt, hogy mire megy belőle, az hol van? Hát én nem is 7,9 milliárd forintot számoltam be, 10-valahány milliárd forintot számoltam be. A Városnegyed felújítása az 7,9, nem? Nem. Nem. Most már megint azt mondja, hogy Várnegyed, tehát akkor tisztázzuk. Nagyon sok különböző munka zajlik a budai várban. Például a Várnegyedben, a polgárvárosban, ott van a Táncsics börtön is, amely Táncsics börtönt az Egyesült Államoktól kaptuk vissza, pontosabban vásároltuk vissza, hogy ezt az ingatlant jóvátételként kapták a II. Világháború után. Ott egyébként amerikai katonák állomásoztak az utóbbi évekig, tehát 4-5 évtizeden keresztül. Ezt a Táncsics börtönt visszavásároltuk, pontosabban ingatlan csere révén visszakerült a magyar állam kezébe, és ennek az épületnek a jövőbeni sorsa még nyitott, hiszen most megkezdődik ott egy nagy régészeti föltárás, mindösszesen 450 millió forintból, hiszen egy olyan területe ez a budai várnak, ahol még soha nem volt régészeti föltárás, miközben ott volt az első királyi kora középkori pénzverde és a többi. Itt ezt most az egészet föl fogják tárni a régészek, a Budapesti Történeti Múzeum régészei, és nagy-nagy eredményekre számítunk, különben régészeti leletekre számítunk. Államtitkáról, megy az időnk. Mi lesz a Várnegyedben, hogyha ezt most jól használom, ezt a kifejezést, a Karmelita kolostorral? Mert ugye mondom, az nincs ott sehol se. A Karmelita kolostorban most fognak befejeződni, illetve a mellette levő püspökkert területén most fognak befejeződni a régészeti föltárások. Nagyon sok és nagyon szép értékes dolog került ott elő a földből. És utána elkezdődik a Karmelita kolostornak a felújítása és kibővítése. Abban az épületben fog a miniszterelnök úr majd, illetve a miniszterelnökséget vezető miniszter és a miniszterelnökség vezető ennek a felújítási költségei hol szerepelnek? A felújítási költségeire megvan a költségvetési forrás, erről már jóval korábban döntött a kormány. Ez egy másik projekt, mint az egész várnak? Több különböző projekt fog párhuzamosan. Nem az egész vár felújítása, az egész vár felújításáról nem beszélünk.
az egész palota felújításáról beszélünk. Úgy. Ez egy külön projekt. Van a palota felújítása, aztán van a néhány épületnek a visszaépítése, a stöklő lépcsőnek a visszaépítése, új liftek és új mozgó lépcső építése. Van a Karmelita kolostor és a hozzátartozó egykori szakrális tér, amiből később aztán a Várszínház, illetve a Nemzeti Táncszínház lett annak a felújítása. Ez lesz a miniszterelnökség. Egyébként ezzel párhuzamosan megvan a költségvetési forrásunk, rá építeni fogjuk, illetve felújítjuk, most fogadjuk el a terveket, a millenárisan az új Nemzeti Táncszínházat, tehát itt is kutesterekkel fogunk bővülni, és ezektől függetlenül zajlik a Táncsics börtönnél a régészeti feltárás és egy sor résznek a felújítása. A Hausmann terv, ugye, amiről most itt unblock beszélünk, az egy 10 éves program. Minimum 10 éves. De mikor költözik például a miniszterelnök az új rezidenciára? Hát, hogy tervezik? Eredetileg az volt a terv, hogy ez 2016 tavaszán meg fog történni. Én úgy nézem, hogy a régészeti feltárások elhúzódása miatt, ami egyébként érthető volt, hiszen még egyszer mondom, szép dolgok kerültek elő, itt ez 16 tavaszára nem fog megtörténni, pontos befejezési dátumon. De még ebben a ciklusban megtörténik. Reményem szerint ebben a ciklusban meg fog történni. Van ön és Bán László között egyfajta konfliktus, hogy mondjuk mi legyen a Nemzeti Galériával, a Liget projekttel és a Vár projekttel egymással szemben? Bán László meg én köztem semmilyen konfliktus nincsen, tegnap éppen együtt találkoztunk Nancy Goodman Brinker volt, amerikai nagykövetasszonnyal, és az ő képzőművészeti gyűjteményéről beszélgettünk Lázár miniszter úr dolgozószobájában, kiváló a viszony Bán László és közöttem, amiből nem következik az, hogy ne lenne polémia köztünk, na de hát ez normális dolog. Most egyetértésre jutottak a Nemzeti Galéria ügyében, hogy most az a Várban legyen, vagy a Ligetben? Ezt szót nem beszéltünk a Nemzeti Galériáról. Tehát, de nem kéne? De hát szoktunk beszélgetni, jövő héten is együtt fogunk ebédelni, hogyha kíváncsi a magánprogramjaimra, és ott remélhetőleg a szokásos jó hangulatban és hangnemben fogunk beszélgetni a közös dolgainkról. Hát a magánprogramjaimra nem, de hogyha mondjuk a Nemzeti Galéria sorsa dől el egy ebédnél, az azért nem magánprogram. Nem, a Nemzeti Galéria sorsa nem egy ebédnél dől el. Ha nem? Hát a kormány dönti el. Ezért eldőlt már, vagy még nem? Eldőlt az, már... Tehát ugye mi dőlt el? Egy. Eldőlt az, hogy új múzeumépületeket építünk a Városligetben. Ez eldőlt. Erre van érvényes kormányhatározatunk, és van forrásunk. Az itt, egészre meg van itt, a forrás, itt van, vagy itt egy részére? Egy folyamat. Hát ugye folyamatosan kell az újabb munkálatokra forrás biztosítani. A városi tében is így vagyunk. 10-valány milliárd forint álmos rendelkezésre a folyamatban levő munkákra, de nyilván ez nem elég, hanem ez arra elég, amit éppen a következő 2 évben meg fogunk valósítani. De az az értesülés például igaz, hogy a Liget projekt kevesebb pénzből valósul meg, mint hogy korábban tervezték? Mindig arról beszélt Bán László főigazgató úr is, hogy nagyságrendileg mennyi pénzbe fog kerülni, ha mindent fölépítünk. De vannak változások. Mondok egy példát. Időközben a kormány elé került az állatkertfejlesztési terv. 25 milliárd forint forrást kapott Persányi főigazgató úr, miután a kormány ülésen prezentálta személyesen a biodom építési terveit. Ez plusz forrás? A ez korábbi tervezethez plusz, képest? Ez egy plusz forrás. Összességében 25 milliárd forintot. Ez az egész a Liget projektként ismert tervből hiányozni fog? Ezt nem lehet megmondani előre. El kell dönteni, hogy az építészeti tervpályázat eredményei közül mi az, ami ténylegesen megépül. Ez a kormánynak a kompetenciája. Hol lesz a Nemzeti Galéria? A Várban vagy a Ligetben? Ön a Várat preferálja? Nem. Én azt mondom, hogy a budai várnak mindenképpen, illetve megint pontosítsunk, a Palota negyednek mindenképpen kulturális funkcióval kell rendelkeznie, ami nem zárja ki azt, hogy egyébként bizonyos állami feladatok és állami reprezentációs feladatok ne legyenek kiszolgálva. Nem felel nekem, hol lesz a galéria? Hát azt majd kiderül, akkor majd eldönti. A mai tudásunk szerint minden bizonnyal új Nemzeti Galéria fog épülni a Városligetben. Államtitkár úr, köszönöm szépen.